az értékek értékrendekbe, értékcsoportokba szerveződnek. Az esztétikai értékek a megismerés, az erkölcs, a vallás értékeivel egysorba a szellemi értékek közé tartoznak. A szellemi értékek mellett szokás materiális értékekről is beszélni. Ebbe a csoportba soroljuk az élet, a kellemesség, a hasznosság, a hatalom értékeit. Az esztétikai értékek képszerűségük révén különböznek a többi szellemi értéktől. A képszerűség az esztétikai értékek hordozóinak a természetéről ered. Az esztétikai értékek tárgyi hordozói a látható-hallható világ szemléletes, képi felületéhez tartozó jelenségek. Egyáltalán csak a látható-hallható világ képszerű jelenségei válhatnak az esztétikai tapasztalat tárgyává. Ezzel szemben az erkölcsi értékek hordozója az ember erkölcsi személyisége. A művészetben nincsenek annyi intelligens értékek, mint az erkölcsi parancsolatok, amelyek a műalkotás értékvilága előtt már meglennének. Az alkotó művész ugyanis a poészisz logikája szerint mindig olyan egyszeri értékvilágot teremt, amely addig még nem létezett, s amely épp az ő teljesítménye által kerül be az emberi létezés körforgásába.